Január elején Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult a választópolgárokhoz, hogy pénzt kérjen tőlük a Fidesz választási kampányára. Ez azonban az ellenzéktől sem túl idegen, hiszen korábban Márki-Zay Péter előválasztási kampányát is az emberek finanszírozták. Megkérdeztük hát az utcaemberét, adná-e pénzt a politikusoknak? Nem. És miért? Nem. Azért, mert az adómból kapnak elég sok pénzt. És ez külön kampányokra, bocsánat, de gazdálkodjanak vele ügyesebben. Úgyhogy nem. Egyiknek se. Adnál-e a politikusoknak pénzt? Hát nem igazán. Személy szerint még azért fiatalabb vagyok, tehát hogy még azért pénz sincs nagyon. Úgyhogy még nem, talán a jövőben, 20 év múlva talán, de akkor is attól függ, hogy most mire kérik. Ennyi. Nem. Annyira nem érdekel a politika, hogy támogassam őket. De ha aláírásgyűjtés valami olyan, amit engem érdekel, abba szívesen aláírok, vagy valami ilyen. És megkapta esetleg már Orbán Viktor levelét? Január elején kiküldte a választópolgároknak, hogy adjanak pénzt a Fidesz választási kampányára. Nem kaptam ilyet, de ne. Biztos, hogy nem fizetnék pont a Fidesznek. Adna-e anyagi támogatást állampolgárként bárkinek a választási kampányára? Igen. Olyan pártnak, akit tudok támogatni. És mondjuk mennyi az az összeg, amire azt mondja, hogy na jó, ennyivel hajlandó vagyok beszállni? Hát mondjuk nyugdíjasként 5000 forint körülbelül. Mi a vélemény erről? Adna pénzt? Akármelyik politikai oldal? Nyugdíjas vagyok, marha kevés a nyugdíjam, és 28 évig vezető beosztásban voltam, és 45 évig dolgoztam. Úgyhogy nagyon kevés a nyugdíjam. Aha. És akkor emiatt, a kevés pénz miatt, vagy azért, mert az elvel se ért egyet? Hol adják ezt le? Az indexet, rá a mikrofonon. Na, jó. Nem értek egyet. Nem. Nem? Nem. Mi a véleménye az elvről? Hát szörnyű, szerintem. Hát annyi pénzük van az ilyen kampányokra, hogy külön ezért emberektől szerintem nem kéne kérni. Az ellenzéknek se adna? Hát, sose volt ez a fejemben, hogy ilyenre adnék pénzt. Nem is jutott eszembe egyáltalán. Na, igen. És mennyi az az összeg, amire azt mondja, hogy ennyi még belefér? Ez attól függ, hogy mennyi pénzem van éppen. Hát adnék. És mennyit? Hát annyit, amennyit én kapok tőlük. Én 300 ezeret adnék, többen nem. De nem úgy kérdezem, hanem hogy a saját pénztárcájába adna. Nem, de hogy adnék. Hát ők jóval többet kapnak, mint mi. Akkor nem támogatná őket. Nem. Igen, persze. És mondjuk mennyi lenne ez az összeg? Egy doboz cigára például, ahogy te mondtad. Nem. Nem, abszolút nem. Ha nem érdelik meg. Nem. Nem.